mit tegyen az ember, ha sötét utcán megtámadják? Azok, akik vasárnap délután kilátogattak a Vodafone Sportcentrumba, a remek kikapcsolódás mellett az iménti kérdésre is választ kaphattak. A 23. Budófest elnevezésű harcművészeti gálán 12 csapat mutathatta be gondosan előkészített gyakorlatát, vagyis azt, amire egész évben készülnek. A rendezvény egyik célja, hogy a különböző küzdősporták a közönség mellett egymásnak is bemutatkozzanak, tudtuk meg a főszervezőtől, Rétlaki Gábortól. Nagyon szeretem bármelyik harcművészeti stílust, kevés időnk van egymással megbeszélésre itt a gálán is, mert nagyon pörgő a ritmus, nagyon gyors a gála programja. Az is a tervünk a jövő évben, hogy egy picit meghosszabbítjuk, szinte egész napossá tennénk ezt a rendezvényt, hogy a ritkább bemutatók között legyen több időnk arra, hogy egymással beszélgessünk. Nem tudunk kibújni mi sem a bőrünkből, azt csináljuk általában azokat a dolgokat, amiket az edzéseken gyakorolunk, vagy a más bemutatókon. Vannak néhány versenyelemek, és a végénben pedig belecsempésztünk egy kis humort is. Ez nem szokott nálunk lenni a bemutatónkon, de úgy érezzük, hogy egy picit így egy kicsit felvidítjuk a kilátogató nézőket. Napjainkban fontos az is, hogy meg tudjuk magunkat védeni támadónkkal szemben. Azok, akik önvédelmet tanulnának, vagy egy életformát elsajátítanának, mert az itt felvonulható sportágak nagy része az is, kedvükre csemegészhettek, válogathattak a különböző harcművészeti ágak közül. Jövőre pedig minden bizonnyal következhet a 24. Budófest.